Sziasztok, Jöncők, és itt az IFC 24 Akadémia Legendák Forest Green Rover sorozat 49. része. Ez az epizód lesz a 2025-2026-os szezonnak a normális vége, mivel három mérkőzésünk van hátra a Championship-ben, a Stoke, a Blackburn és a Reading ellen, és jelenleg küzdünk azzal, hogy hogy fogunk feljutni a Premier League-be, ha egyáltalán fel fogunk jutni a Premier League-be, mivel két ponttal vagyunk az automatikus promóció West Brom mögött, és három csapat van velünk együtt 81 ponton, jelenleg három mérkőzéssel a szezon vége előtt. A már megszokható kezdő 11 fog kiállni a Stoke City ellen. Forrest, Brown, Bader, Nielsen, McManus, Contreras, Ali, Kaya, Buckley, Menza, Baran, Stoke City, Forest Green Rovers. Nyilván Contreras, Menza kiugrásra készen, meg is kapja Joshua! 1-0, korai előny, negyedik perc, Joshua Menza gólszerző, 1-0 Forest. Sean McManus szerez labdát. És Sean McManus-től kapja Marek Baran. Marek Barantól kapja Joshua Menza. Joshua Menzától kapja Tommy Buckley. Tommy Buckley! 2! 9 perc telik el, és Buckley és Menza is vág egyet. És az a Buckley gól egy gyönyörű passzjáték után érkezik. 2-0 Forest. Henry Brown nagyon nagy szarba kerülhet a Stoke. Stamatis! Ha még el se tűnt Tommy Buckleynak, hogy mennyi gólja van a szezonban, kis infomercial. Már ott a harmadik. 12 perc alatt lövünk hármat a Stoke-nak. Stamatiskaja. 3-0. Wesley távolról mellé. Ali futja le. Sammar Ali középre. Menza! Be tudja kanyarítani a kapu mellé. Campbell tolja meg. És így egy az egyben jöhet Forrestel, viszont nem találja el a kapuját. Contreras. Buckley, jön Wilmot, Buckley pedig rámeli a háló tetejére. Derér oda, viszont visszaadja Campbellnek. Campbell! Hát eddig nem találja el a kaput a Stoke. Kaya lép bele rossz passzába, Buckley. Egészen át a másik oldalra, Marek Baran. Marek Baran lekészíti, Menza. Még egyel tovább, Alinak lövésre, Sammar Ali felé. A Luton vezet. Az Everton ellen most láttam a jobb felső sarokba. Az nekünk jelenleg nem jelent katasztrofálisat, talán azt, hogy plusz egy csapat fogja velünk tartani a lépést. Edwards. Menzát lezárják, Thompson. Wesley! Mellé! Duarte. Baran, Menzának egy okos labda, középen Buckley, Menza önzetlen! És aztán majdnem rugatunk egy öngolt a Stoke-kal, de Bonhamben elakadt végül az a labda. Csamadeu. Előttől kapja Campbell! És végre eltalálja a kaput a Stoke, és be is találnak vele. Negyed órával a vége előtt, Campbell góljával 3-1. Stamatiskaja. Tommy Buckley. Még egyel tovább. Joshua Menza! Bonham. Csamadeu. Vidigal. Campbell. Burger! Forest. Vidigal. Lekészíti. Campbell! És aztán az visszapattan Vidigalhoz. Lekészíti. Ladies! Forest. De beragadtunk. Feljött a Stoke kapus erre a szögletre. Ladies! Hát ha ott az a Stoke játékos beleteszi a lábát, akkor ez most egy nagyon izgalmas és verejtékfejtő utolsó perc lett volna, utolsó 4 perc körülbelül, de lehet, hogy lesen is volt az a Stoke játékos, mindegy. 2 perc van hátra, már annyi sem. Tommy Buckley beleemeli Wilmotba, Tommy Buckleyhoz visszajut, kicsit veszélyesen vezeti azt a labdát, el is veszíti. Gooch. Nielsen lép bele, lehetne már igazán vége ennek a mérkőzésnek, de ezt még engedi nem engedi a játékvezető. 3-1-re verik a Stoke-ot úgy, hogy 12 perc alatt szinte ki is végeztük ezt a mérkőzést, és aztán a Stoke-nak 75 percig tartott eltalálni a kapunkat, amivel be is találtak. Óriási 3 pont. A végeredmény Stoke City 1, Forest Green Rovers 3. A West Bromnak még mindig 2 pont előnye van velünk szemben. Így fogunk felállni a Blackburn ellen. Forrest, Brown, Bader, Nielsen, McManus, Contreras, Ali, Kaya, Buckley, Menza, Baran. Forest Green Rovers, Blackburn Rovers. Tommy Buckley, Joshua Menza leküzdi a védőjét. Majd aztán teszi tovább Contrerasnak! Most nem tudunk korán betalálni, Easton Wade. Ivan Contreras szöglete a 4. percben. Stamatiskaja nem tudja tovább csúsztatni. Contreras, Baran. Ő ilyen pozícióból jó, most viszont beletekeri a Blackburn emberbe. Sammar Ali. Ali tovább teszi Buckleynak. Buckley vissza Alinak. Sammar! Easton! Kicsit
sötét van a pályán, azt veszem észre. Marek Baran szépen csinálja, szűk a szög! És aztán Gamble-ről majdnem bepattan. Nem tud levegőhöz jutni a Blackburn, vélfejeli el a szögletet. Sean McManus szedi össze, Sean McManus mellé. Stamatiskaya. Helyet teszi vissza, Tommy Buckley, még egyel tovább, Menza, Easton, és az nem fog kimenni szögletre. Ivan Contreras. Contreras húz befelé, megállíthatatlanul, Contreras! És a bal kapufa segítségével bepattan, és végre megvan a vezetés. 28. perc, Ivan Contreras a gólszerző. 1-0 Forest. Testünket, lelkünket kint hagyjuk a pályán, hogy megjelen ez az automatikus promóció, és ez látszódik is. Contreras, még egyel tovább, Buckley, Tommy! Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy a testünket, lelkünket kint hagyjuk a pályán. 32. perc, Tommy Buckley a gólszerző. 2-0 Forest. Stamatiskaya. És megint nagyon gyorsan lőhetünk három gólt. Stamatiskaya teszi tovább, Joshua Menza! Hát ez egy gyenge, de majdnem jól helyezett lövés volt, amit Eastonnek kellett kiszednie. Stamatiskaya. Ivan Contreras, még egyel tovább, Joshua Menza! Hát megint lövünk hármat egy fél időben, most nem 12 perc alatt, hanem 42 alatt. Joshua Menza, 3-0. És ha ezt a mérkőzést megnyerjük, ez most raktam össze a puzzle darabokat, ha ezt a mérkőzést megnyerjük, akkor már szinte biztos, hogy legalább playoff helyen bejuthatunk a Premier League-be. Szétesett a koncentráció egy pillanatra. Vél, mi van? A fél idő vége előtt lő egyet a Blackburn, 3-1, szóval, hogyha itt nyerünk, akkor szinte már biztosan, hogy a playoff az garantált lesz nekünk, hogy bejussunk a Premier League-be, de valószínűleg az automatikus promóció párharc a West Bromwich Albion ellen, az majd az utolsó meccsnapon fog eldőlni. Jöjjön a második fél idő. Christian Nielsen. Letámad a Blackburn. Ó, Christian! Fuck! 48. perc. 3-2. Buckley. Tommy Buckley el is lőheti. Tommy! Tommy! 51. perc. Buckley duplázik. 4-2. Sigurdsson. Leonard! Forrest paskolja el. Blackburn szöglet. Beérünk az utolsó négy órába. Gamble. Menza elszeri tőle. És akkor ezt így indíthatjuk. Buckley. Ott van vele Menza. És Buckley vissza is teszi neki. Menza kapásból! Fölé. 2 perc hosszabbítás. Arthur Williams a labdával. Még talán itt kezdhetünk valamit a mérkőzés végén. Nem muszáj, de... Hát nem is kezdünk semmit, és a mérkőzésnek itt van vége. 4-2-re verjük a Blackburn Rovers-t a New London, ami szinte bebiztosítja a helyünket legalább a playoffban, és legalább van egy utunk, amivel fel tudunk jutni a Premier League-be. A West Bromwich Albionnak kérdéses, hogy mi lett a végeredménye, sőt még a Lutonnek is kérdéses, hogy mi lett a végeredménye, mert még ők is utolérhetnek minket. Az biztos, hogy mi itt nyerünk. És hát akkor minden az utolsó meccsnapon fog eldőlni. A végeredmény Forest Green Rovers 4, Blackburn Rovers 2. Goal news. Leicester kurvára nem érdekel, Luton kurvára nem érdekel, Everton kurvára nem érdekel, Norwich se érdekel, engem csak a West Brom érdekel. És akkor csak mi és a körülöttünk lévők determinálhatják, hogy mi lesz ennek a szezonnak a végeredménye. Hogyha a West Brom döntetlent játszik, vagy veszít, és mi nyerünk a Reading ellen, akkor automatikusan feljutunk a Premier League-be, bármi más történik, playoffozni fogunk. Így fogunk felni a Reading ellen a normális szezon utolsó mérkőzésére. Forrest, Brown, Bader, Nielsen, McManus, Contreras, Ali, Kaya, Buckley, Menza, Baran, Reading, Forrest, Green Rovers. Ali. Sammar Ali távolról! Boyce Clark tolja felé. 10. perc, Stamatiskaya szöglete. Rövidre érkezik, Smith elfejeli, Baran. Marek Baran teker fölé! Miért kapunk Southampton-Norwich gólhíreket, amikor direkt kivettem azt a mérkőzést? Menza, Buckley, Tommy Buckley, 1-0! 19. perc, mi csináljuk a mi részünket, Tommy Buckley a szezon végére óriási formába kerül, 1-0 Forest! Direkt kivettem az összes mérkőzést, ami be volt pipálva, csak a West Brom meccset tartottam bent. Akkor mi a lópikuláért kapunk Southampton-Norwich meccs híreket? Contreras. Buckley. Tommy Buckley. Tommy lő mellé. Contreras készíti le. Buckley belelövi az emberbe. Contreras ott pattan vissza. 2.
27. perc, hát az biztos, hogy mi csináljuk azt, amit nekünk kell. Nem tudunk még semmit a West Bromról így majdnem fél óra elteltével, de az biztos, hogy Reading 0, Forest Green Rovers 2. Aztán a Tiszkaja, Joshua Menza. Gólhírek, Cardiff Luton. I don't give a fuck! Nem baj, úgyis mindjárt fél idő. Egy perces a hosszabbítás. De legalább a fél időben kaphatunk valamilyen closure-t, hogy hogy áll a West Brom az első fél idő után. De várjuk meg ezt az akciót, nem várjuk meg ezt az akciót. Holloway. És itt az első fél idő vége. Nézzük, hogy áll a West Brom, mert a játék az úgy döntött, hogy nem mond el semmit. Mondta a Southampton Norwich-ot. Hol vannak a félidei eredmények? Hát... Kösz, Gaem. Nagyon aranyos vagy. Köszi. Contreras. Buckley. Tommy! 3! 52. perc. 3-0. Tommy Buckley duplázik, I think. 3-0. Smith! 3-1. 55. perc. Gólt szerez a Reading. 3-1. Marek Baran! Mellé! Reading szöglet. Nibs. Smith! 3-2, 73. perc, ne essünk szét, 3-2. Reading szabadrugás, 82. perc, 16-os vonaláról, te jó ég. Smith átugolja, Iván fölé. Sean McManus szerez labdát, Marek Baran középre, Menza! Ez nagyon kellett, ez a Menza gól, 87. perc, 4-2 Forest. Háj, de nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy ha nem tudunk semmit a West Bromos mérkőzésről, akkor most nincs értelme nagyon ünnepelni. Elnézést kérek mindenkitől, hogy átugrottam a limzeket, de így nincs értelme nagyon ünnepelni még. Guinness Walker középre, Nibs! Forest, 4 perc hosszabbítás, Sean McManus. És akkor nem sokára ki fog derülni, hogy hol fogunk végezni ebben a szezonban, azután, hogy az egész 90 perc alatt semmit nem hallottunk a West Brom mérkőzésről. Abban bízok, hogy azért, mert nem született gól. Mindenről hallottunk, Cardiff Luton, Sutton Norwich, mindenről hallottunk, csak a West Brom mérkőzésről nem. 4-2-re verjük a Readinget, akik utolsó helyezettek, de nem tudjuk, hogy mi történt. Nem tudjuk, hogy mi történt a West Brom otthonában. Mert hát kaptunk eredményt a Cardiff Luton meccsről, a Sutton Norwich meccsről, amikor direkt a mérkőzés előtt kivettem az összeset. Abban bízok, hogy azért nem kaptunk semmit a West Brom meccsről, mert az 0-0 lett. De hát az mindjárt ki fog derülni pár másodperc múlva. Mert rámegyünk, hogy advance, itt a vége, Reading 2, Forest Green 4. És nem tudok legörgetni, de nem láttam a végeredményt, nem jutottam el odáig. Playoff. Jó, oké. Hát akkor lesz még egy epizód ebben a szezonban, mert akkor ezek szerint a West Brom nyert. De ezt meg is tudjuk gyorsan nézni, ha már itt vagyunk. Igen, 92 pontja lett a West Bromnak, ami azt jelenti, hogy nyertek az utolsó mérkőzésükön, mégpedig 1-0-ra verték a Barnsley-t. Jó, hát akkor itt van a normális szezon tabella végeredménye. 118 ponttal csupán 2 vereséggel nyerte a bajnokságot az Everton, 92 ponttal automatikusan megy felfelük a West Brom, és akkor mi pedig 90 ponttal harmadikok lettünk, a Luton, a Norwich és a Leicester. Azok, akik playoff helyen játszanak velünk. Azok, akik nem jutottak be a playoff helyekre, az a Stoke, a Southampton, a Millwall és még talán a Preston is. Mondjuk a Preston az nagyon lemaradt róla. Coventry, Bristol, Sunderland, Middlesbrough, Swansea, Barnsley, Huddersfield, Portsmouth, Ipswich, Blackburn, Bolton. És a kiesők az a Hull City, Cardiff City és a Reading. És akkor nem tudom, hogy most... Nem most fogunk ránézni az egyéni teljesítményekre, majd a playoffok után. Hát akkor ennyi volt a 49. rész, és akkor az 50. nem a Premier League-ben fog kezdődni, hanem Championship Playoff, a Leicester ellen fogunk játszani. Itt vannak a mérkőzések, Leicester Forest, Norwich Luton, és akkor ugye oda-visszavágó lesz az elődöntő, és hát akkor a döntőben pedig megyünk a Wembley-be, ami az első Wembley visitünk lesz ebben a sorozatban. Ennyi volt a 49. rész, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! With a taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm 700.